Minden függőben szenvedélybetegség máról holnapra címmel rendeztek szakmai konferenciát a Salgó-Tarjáni Civil és Ifjúsági Házban. A rendezvényt a Pest és Nógrád Vármegye területi szakmatámogatási rendszer, pszichiátriai és addiktológiai terület munkacsoportja szervezte, melyet dr. Huszár Máté alpolgármester nyitott meg. Az addikció nagyon komoly problémát jelent, hiszen a személyiséget a mindennapi életben korlátozza, a lehetőségeket beszűkíti, és nagyfokú szorongással, krízisekkel járhat. A felnőttkori ellátáson túl mindig is problémát jelentett az ifjúsági, serdülőkori ellátás, hiszen a függőségek az esetek nagy részében 10 éves korban indulnak el. Emellett az addikció számos szociális problémát is eredményez, például a lakhatás vagy a munkahely elvesztése esetén. Az alkohol és drogfogyasztás mellett pedig ma már elengedhetetlen, hogy szót ejtsünk az újabb függőségekről, a számítógépekről, a játékokról és a virtuális világról. Mára már kijelenthetjük, hogy a közösségi média ugyanolyan, sőt talán veszélyesebb függőséget okoz, mint a kábítószer, írta dr. Zaher Gábor, toxikológus. Városunkban ennek érdekében hoztuk létre és működtetjük a kábítószerügyi egyeztető fórumot, 2020-ban pedig Európai Uniós top támogatással mintegy 64 millió forintból alakítottuk ki a szenvedély és pszichiátriai betegek nappali ellátására Horizont nappali ellátóközpontot. Az intézményben szervezett foglalkozásokkal és programokkal törekednek az életmódváltoztatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, hiszen az addiktológia leghatásosabb eszköze a prevenció. Egy várost azt tesz erőssé, hogy a leginkább mások segítségére szorulókkal bánik, és számukra biztonságot ad. Ehhez szükség van a szakmák együttműködésére, az ellátórendszerre és az abban működő, különböző intézményeket képviselő szakemberek összefogására. Célunk az, hogy az itt élők azt érezzék, hogy Salgó-Tarján az a város, ahol van kihez fordulni baj esetén. Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretet Szolgálat főigazgatója is megtartotta nyitóbeszédét. Mindenki érezze azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és milyen nehézségeink. És annak is nagyon örülök, hogy helyben fogunk kapni olyan információkat, hogy itt milyen nehézségek vannak, és milyen lehetőségek. Hogyan működik az ellátórendszer, és hogyan működhetne az ellátórendszer. Büszke vagyok arra, hogy Salgó-Tarján városával ennyire gördülékeny az együttműködésünk. Mi még nem voltunk itt, de biztos vagyok benne, hogy jövünk még. Mert az a fogadókészség, ami a város részéről mutatkozott, az példaértékű. Nem elbújni kell a problémák elől, hanem felvállalni és keresni a megoldásokat, és akkor meg is fogjuk ezeket találni együttesen. Dr. Szemejátsz János, pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, a korai kezelésbe vétel, integrált ellátó rendszer az addiktológia területén címmel tartott előadást. A folytatásban dr. Sótér Eszter, a Pásztói Margit Kórház pszichiátere mesélt a mindennapi ellátás kihívásairól. Vannak olyan családok, akik tényleg hajlandóak a beteggel együtt eljárni a terápiába, mi ezt megtapasztaljuk, hál' Istennek, hogy mindig kiveszik a szabadságot, és mindig egy lényegi szempont, hogy eljöjjenek a pácienssel, hiszen ők is felelősek azért, hogy működik valahogy az a családi rendszer, az a családi dinamika. Egy rövid kávészünet után az előadók sorában Somoskői Rita, a Salgó-Tarján és térsége egészségügyi szociális központ, Horizont nappali ellátó központ intézményegység vezetője következett. Nem csak az a cél, hogy a csoport foglalkozásokon részt vegyen. Nem csak az a cél, hogy beszélgessen, nem csak az a cél, hogy ők egyfajta közösségben ott ismerjék egymást, és a kliensek közötti kisebb-nagyobb csetepaték, ilyen nézeteltérések, politikai, egyéb dolgokban részt vegyenek, hanem hogy mi egy olyan közösséget építsünk ki, amiben értéket próbálunk átadni nekik. A szakmai konferenciát dr. Dániel Zoltán, alpolgármester gondolatai zárták. Tiszta szívemből gratulálok mindenkinek, aki ezt a nehéz szakmát választotta, és ebben a nehéz szakmában dolgozik, legyen szó akár egészségügyről, akár a szociális területről. Ahogy itt szétnézek a terembe, én úgy látom, hogy mindenki 40 év alatt van, és ha nem is olyan ambíciójuk van, hogy a világot megváltják,
de azt gondolom, hogy már az is előrelépés, hogy csak megyét akarják megváltani, a várost akarják megváltani, vagy egyetlen egy embert akarnak megváltani, és ez önökben megvan, és ezt nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki eljött erre a mai konferenciára, köszönöm az előadóknak a nagyon tartalmas előadást, és köszönöm természetesen a szervezőknek azt, hogy létrehozták ezt a rendezvényt, és én nagyon bízom benne, hogy ennek lesz folytatása.